kezdtük ugye a Magyar Háznál egy-két-három évvel ezelőtt, kimondottan magyar környezet, magyar emberekkel. Aztán ugye, hogy a Magyar Ház, tudjuk, mi lett a sorsa, mi azért maradtunk és kitartottunk, vagy megpróbáltunk kitartani ugye ez a magyar vonal mellett. Megtaláltuk ezt a helyet már év elején, és próbáltunk olyan programokat és olyan rendezvényeket hozni a magyaroknak és a magyar közösségnek, hogy azt a gondolattal, hogy azt a részt áthidaljuk, amíg a Magyar Ház újra feláll és újra fölépül, és lesz egy helye a magyaroknak. Az előzőekhez képest ugye kibővítettük mi ezt, hogy nem rendezvényeket csinálunk, hanem nyitottunk egy európai resztóbárt, aminek egy magyar konyhája van, hétvégeken, péntek-szombaton, élőzenével, reményeink szerint a Robi és a Botos Band, tehát a Botosség familiájával, tehát a nagy family zenekarral szeretnénk ezt alapban megoldani, de természetesen nyitottak vagyunk más rendezvényekre is, így kanadai együttest is fogunk fogadni, például jövő héten egy rock zenekar a Zenei University-ről fog fellépni itt nálunk, de már szombaton Magyarországról a Dimenzió parti zenekar ad egy, úgymond egy igazi parti magyaroknak, európaiaknak. Későbbiekben jön a Dupla Kávé is, tehát hogy a magyaros vonalat is tartsuk. Próbáljuk a Kodállyal is tartani a kapcsolatot, és meg egy kontaktot hozni velük, hogy a táncházat ide hozzák. Az mellett éttermet fogunk üzemeltetni, tehát a jövő héttől, ami azt jelenti, hogy 2 csütörtökig minden nap 11-től 3 óráig egy lunchre vagyunk mi nyitva. Pénteken, szombaton 11-től hajnali 2-ig, tehát ebéddel és vacsorával is rendelkezésre állunk. Valamint egy különleges szolgáltatást szeretnénk, egy All You Can Eat-et vasárnaponként, aminek még az lesz az érdekesség, hogy nem kimondottan csak magyar konyhával, mivel fölöttünk és partneri szinten üzemel egy indiai restaurant, indiai-kínai restaurant, a magyar ételeket fogjuk ötvözni kínai ételekkel, és ez lesz az All You Can Eat-ben.